vannak olyan családok, ahol nehézség volt megoldani ezt a digitális oktatást, digitális átállást, de ezekkel a gyerekkel fogunk most az utolsó két hétben foglalkozni. Pál Tibor igazgatóhelyettes éppen arról beszél, hogy eddig döntően gördülékenyen zajlott a digitális oktatás a Baka István általános iskolában, de vannak olyan diákok, akik lemaradtak, vagy nem küldték rendszeresen vissza a feladatokat a tanároknak. Nekik tartanak kis csoportos foglalkozásokat június 2-ától június 15-éig. Ezzel párhuzamosan a digitális oktatás is érvényben marad, vagyis a többi gyerek továbbra is úgy tanul, ahogy eddig. Sokan nem tudják, hogy június 2-től június 26-áig azon diákokat is kötelező fogadniuk az iskoláknak, akiknek nincs elmaradásuk, csak a szüleik kérik gyermekük felügyeletét. Ennek keretében napközi, szakkör, sportfoglalkozás vagy éppen fejlesztő foglalkozás tartható. A Baka István általános iskolában május 27-éig jelezhetik a szülők, ha erre vagy az azt követő nyári felügyeletre igényt tartanak. A vezető arra számít, hogy sok szülő kéri ezt, mivel elfogytak a szabadságok. A Baka István általános iskolában kedden tartanak egy nagy értekezletet az aulában, ahol szétosztják a feladatokat és összesítik, hány gyerek felzárkóztatását vagy éppen felügyeletét kell megoldaniuk. Az igazgatóhelyettes azt mondja, a ballagás és az évzárók sorsa még kérdéses, de szeretnék azokat, ha szűk körben is megtartani. Mind a ballagások, mind pedig a tanévzárok kicsit másként fognak alakulni, mint az elmúlt években. Igen, mi úgy tervezzük, hogy tartunk ballagást, nagy valószínűség szerint csak a 8-as gyerekeknek, itt az iskolán belül, de a részleteket még most fogjuk kidolgozni, hogy és miként lehetne megtartani. Nyári napközi tábori felügyeletet is kérhetnek a szülők június 26-tól augusztus végéig. Ám azt nem tudni, hogy Szekszádon melyik iskolában tartják ezt meg. Gerzsei Péter, a szekszádi tankerületi központ vezetője erről és az iskolákban zajló munkáról későbbre ígért pontos tájékoztatást.